Nem minden színész nyúl bele a tutiba, sőt, gyakorta élete nagy szerepére mond nemet ilyen-olyan okokból. Közülük szedtünk össze néhány hajmeresztő példát. Minél ikonikusabb egy filmszerep, annál nehezebb azt más megformálásában elképzelni. A helyzet mégis az, hogy rengeteg olyan híres színész van, aki visszadobott vagy visszadobni kényszerült egy-egy legendás karaktert. Han Solo Harrison Ford nélkül, a Matrix Neo-ja egy másik fickó alakításában, esetleg fekete özvegy karaktere, sőt Solo filmje Scarlett Johansson helyett valaki mással, mindhárom benne volt a pakliban. Természetesen a színészek gyakran csupán saját időbeosztásuk zsúfoltsága miatt mondanak nemet egy-egy filmre, bár igaz, hogy igen saját okai is lehetnek a visszautasításnak. Például Jude Law nem szerette Superman jelmezét, ahogy Amanda Seyfried sem akart órákig zöld sminkben játszani, nem beszélve Sean Connery-ről, aki a Gyűrűk urát nem értette, vagy épp Al Pacino-ról, akinek pedig a Star Wars-szal akadtak hasonló gondjai. Van ilyen, előfordul. Jöjjön is egy gyors listázás, melyben 15 színész történetét elevenítjük fel, illetve azt, hogy miért nem játszották el végül James Bondot, Jack Sparrow-t vagy akár Batman-t. Will Smith nem csak Superman köpenyét passzolta, amikor szerepet ajánlottak neki a 2006-os Superman visszatérben, de a Matrix főszerepéből sem kért, amit akkoriban azzal indokolt, hogy szerinte a Wachowskik még tapasztalatlanok. Nem Will Smith az egyedüli, aki hátat fordított a Matrixnak. A James Bond filmek Oscar-díjas legendája Sean Connery éppenséggel Morpheus szerepét utasította el, mert hogy nem értette a forgatókönyvet. Sőt, ha ez nem lenne elég, a Gyűrűk ura Gandalfjára is hasonló okokból mondott nemet. Ezek után nem maradt más, végül bevállalta a Szövetség című filmet, még annak ellenére is, hogy ott is voltak megértésbeli problémái a szkripttel. Nos, nem ez volt élete döntése, ezt követően vissza is vonult. Ha már legendás fantasykről és azok forgatókönyveiről beszélünk, akkor muszáj megemlítenünk a 70-es években is már nagy névnek számító Al Pacinót, aki a Star Wars fránya forgatókönyve miatt engedte el illedelmesen Han Solo karakterét. A 70-es évek másik nagy sztárját, Burt Reynolds-ot is megkeresték a Messzi-Messzi galaxis űrcsempészével, sőt, Sean Connery utolsó Bond filmje, a Gyémántok az örökké valóságnak után a titkos ügynök öltönyét is neki szánták. Bondról Reynolds azt mondta, a rajongók sosem fogadnának el egy amerikai 007-est, míg Han Solo-ról akkoriban csak annyit gondolt, hogy nem az ilyen szerepek érdeklik. Egy másik Bond jelöltről is szót ejtenénk, igaz, ehhez évtizedeket kell előreugranunk. Noha Hugh Jackmannek is megadatott a lehetőség, úgy gondolta, hogy Wolverine mellett nem férne be a mutáns karaktertől merőben eltérő 007-es megformálása is. Jó napot, Eric Lenzer! Charles Xavier! Na húzzatok a francba! Jonathan Demme rendezőleg először Michelle Pfeiffert akarta Clarice Starlingnek a Bárányok hallgatnakban, ám a színésznő az alapanyag hátborzongató mi volt a okán, inkább nemet mondott az ajánlatra. Érdekesség, hogy néhány évvel később Jodie Foster részint ugyanezért nem akart visszatérni a Hannibal című folytatásra, amiben végül Julianne Moore játszotta el a karakterét. Miután a 80-as években még mellőznie kellett James Bond szerepét a Remington Steele című tévésorozata miatt, Pierce Brosnan Tim Burtonnal is találkozott Batman karaktere kapcsán. Brosnan 2015-ben vallotta be a Redditen, hogy úgy véli, nehezen lehet azokat komolyan venni, akik alsó neműt húznak a nadrágjukra. John Lithgow úgy nyilatkozott néhány éve arról, miért passzolt a Joker karakterét Tim Burton első Batman filmjében, hogy szerinte a színészek nem feltétlen okos emberek, mert hogy balga módon ő maga győzte meg Burtont arról, hogy nem ő lenne a legjobb választás. Nem éreztem úgy, hogy ez ekkora nagy dolog lenne, mondta. Ha van színész, aki egyáltalán nem bánta meg, hogy elvesztette egy nagy szerepet, hát az Emily Blunt, aki végül azért kényszerült otthagyni a Vasember 2-t, mert hogy a Fox szerződéssel kényszerítette a Gulliver utazásai című filmbe. Miért is merengjek azon, hogy mi lehetett volna? Mondta egyszer Blunt, aki szerint Scarlett Johansson parádézott a szerepben, majd később a Bosszúállókban is, amit maga Blunt is imádott. A Marvel eleinte Amanda Seyfriedet szerette volna James Gunn első galaxis őrzői filmjébe, csak hogy a színésznő, részben Jennifer Lawrence az X-Men filmekben szerzett negatív tapasztalatai miatt inkább úgy döntött, nem hajlandó órákat tölteni a sminkasztalnál, hogy zöldre varázsolják őt. Nem csak a mindenható időbeosztása, de részben Jim Carrey mentalitása miatt sem vele hozták tető alá a már eleve több részesre tervezett a Karib-tenger kalózai franchise-t, mivel a színész csak nagyon ritkán bólint rá a folytatásokkal járó filmekre. Kivétel erre az Ace Ventura vagy a Dumb és Dumber. Tapaaaacs! Mikor Jude Law-t megkeresték az Acélember jelmezével 2006-ban, a kosztümöt meglátva rögtön tudta, hogy nem kér a Superman visszatérből. 2016-ban azt vallotta, mindig is zavarta az a ruha.
Ami Tom Hanksnek a második Oscarját jelentette, az John Travoltának inkább egy nagy kövér nemet. Annyira azért mégsem búslakodott, hogy a Forrest Gump helyett Quentin Tarantino ponyvaregényét választotta, elvégre a színész pont az utóbbinak köszönhette dicső visszatérését is. Úgy voltam vele, ha nem azt csinálom, amit Tom Hanks, hát akkor csinálok valami ugyanannyira érdekeset vagy szórakoztatót, nyilatkozta 2007-ben. Az 1997-es Batman és Robin után, mintha kicsit megállt volna a szuperhősipar, Josh Hartnett részben emiatt nem kért sem a Superman visszatérből, sem a Sam Raimi féle pókember filmekből, sem pedig Christopher Nolan sötét lovak trilógiájából. Rájöttem, hogy ezek a szerepek engem is definiálhatnak, ezt pedig nem akartam, mondta Hartnett 2014-ben, majd így folytatta. Nem arra vágytam, hogy Supermanként tekintsenek rám karrierem hátralévő részében, noha csak 22 voltam, mégis láttam ennek veszélyét. Hiába vele megálmodva írták meg, Eddie Murphy mégsem kívánt részt venni a Szellemírtókban, főleg mivel akkor forgatta a Beverly Hills-i zsarut is. Igaz, Dan Aykroyd 2013-ban már azt mondta, Murphy egy rakás s***nak titulálta a film sztoriát. Néhány évvel később Murphy Leonard Nimoy-jal, a régi Star Trek filmek rendezőjével és Spockjával is találkozott, melynek apropója az volt, hogy Trekkiként van-e kedve asztrofizikust játszani a filmben. Murphynek nem tetszett az ötlet, emiatt pedig Nimoyéknak át kellett írniuk a karaktert tengerbiológusra, hogy azt később Catherine Hicksnek ajánlják fel. Ti az alábbiak közül melyik színésszel tudnátok elképzelni azt a szerepet, amit végül más játszott el? Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Sziasztok!